Tobias Moretti, Hans van der Peter. Heinz Wechselbraun, Juhász György. Wolf Bachhofner, Gesztesi Károly. Gerhard Szémann, Orosz István. Fritz Muliár, Tolnai Miklós. Rex felügyelő. Halálos futam. Halló, központ! Jelentem, minden rendben van. Nyugodt az egész környék. Írta Péter Hayek és Péter Moser. Rendezte Oliver Hirschbiegel. Kis gondjak. Te seggfej! Majdnem kinyírtad azt a pasast! Nem tudsz veszíteni, igaz? Egy ilyen veszett kutyával szemben nem. Talán már elfelejtetted, hogy Max is a te vakító fényszórod miatt halt meg 6 héttel ezelőtt? Ne mondd ezt többször! A rendőrség megállapította, hogy ő maga volt a hibás. Annyira utol akart érni. És én sokkal előrébb voltam. Tudod te, hogy nagyon jól vezetett? Talán nem is voltál annyival előtte. És most megint bedobtad a fényszóros trükködet. Te mocsarék! Hagyd már békén, Heinzet! Egyszerűen csak gyorsabb volt nálad. Annál a múltkori esetnél pedig ott sem voltál. És akinek nem tetszik valami, az húzzon el innen gyorsan. Te pedig szállj le szépen Heinzről, érte? Aua! Ő az ennyi. Mondd meg, örültél? Ebből elég volt. El kell tűnnünk innen. Az éjjeli őr már biztos értesítette a rendőrséget. És én nem vágyom arra, hogy megint a sarukkal bájologjak. Ne feszíts túl a hút! Figyelmeztettelek! Valamelyikünknek ki kellene menni tüzelőért. Igen, és ki legyen az? Akkor érthetőbben mondom, légy szíves, hozz be a kamrából egy kis fát. Hiszen tudod, hogy kell. Mert nekem dolgoznom kell, ilyen egyszerű.
ugye visszaérsz, mielőtt ide fagyok a székhez? Hm? Pompás dolog lenne. Mi a baj? Addig nyavajog, amíg végül én hozom be azt a fát. Már teljesen kihűlt a ház. Mit művelsz ennyi ideig? Vagy úgy a kilincs, arról teljesen megfeledkeztem. Várj csak, várj. Most megmutatom. És akkor egyedül is tudod majd. Erősen kell meglötni. Látod? Jó erősen meglötni. Úgy. Nincs több kifogás. Na, gyerünk. Na, ugye.